Üdvözlök mindenkit, sziasztok! Hello mindenkinek! Szeretettel köszöntöm az új követőimet is, és a régieket is. Gondoltam már bejövök egy kicsit csacsogni veletek. Nagyon sok e-mailt kapok rendszeresen, édesdrága szerelmeim, mikor indítok élőt, úgyhogy itt a lehetőség. Beszélgethetünk. Nagyon sokan kérdeztek a privát jóslással kapcsolatban, hogy mégis önmagában hogyan működik, mert csodálatos természet feletti jóslás velem. Sziasztok, szia Nubi, szia Nonita, szia Borbála, gyönyörű szép napot kívánok neked is. Úgyhogy annyi a lényeg, megkérhetlek benneteket, nyomkodjátok a lájkokat ezerre, jó? Osszátok a live-ot, lehetőség szerint aki szeretne egy kicsit csacsogni, nyugodtan küldje a felkérést, a spirituális világról kérdezhettek önmagában különböző képességekkel kapcsolatban. Szia, drága Szabi, üdvözöllek! Úgyhogy lényegében itt a lehetőség, nyomkodjátok a lájkokat, a lájkok ingyen vannak, édes drága szerelmeim. Ha bármi kérdés van, akkor azt nyugodtan írjátok meg. Szia, nagyon szép a sminket, köszönöm szépen! Sokszor volt egyébként kérdés, hogy a cigánykártya vagy a tarókártya áll-e esetleg a szívemhez közel. Most a napokban egy csodálatos úriembertől kaptam egy csodálatos arany tarót, ugye a Szavika itt is van egyébként, úgyhogy gyerekek, eszméletlen, szó szerint nem tudok betelni vele, tehát valami gyönyörűséges, de attól függetlenül még mindig a cigánykártya áll a szívemhez közel, de ettől függetlenül működőképes, de jó érzés van bennem tényleg? Na... Úgyhogy, édes drága szerelmeim, hogy ne csak mindig a kártya lepakolásról szóljon, szerelmetes virágszájaim, így lehetőségetek van. Lehetőségetek van kérdezni, akár hozzám csatlakozni. Különböző képességű emberkékkel találkozok itt a TikTokon, és rengeteg információt osztanak meg, és én is nagyon-nagyon szeretek tanulni emberektől, olyan emberekkel találkozni, kapcsolódni, akik önmagába a különlegességükről vagy a megtörtént eseményeik alapján mesélnek különböző természet feletti történetről, úgyhogy ezért is gondoltam, hogy lehetőség legyen. Akik követnek, nyilván tudják nagyon jól, hogy önmagában nem csak a kártyákról szóljon a történet, hanem önmagában vannak olyan spirituális személyek, akik úgy is élik az életüket, ahogy én, hiszen tudjátok, ez a képességek tárháza, önmagában azért is kaptuk, hogy segítsünk a saját életünkön, és hogy tudjunk segíteni másokon is. Nagyon sokszor volt kérdés a tanítványokkal kapcsolatban, szeretnétek tanulni, fejleszteni a különböző képességeiteket, vagy önmagában nem tudjátok, hogy hova tegyétek a történetet. Nagyon fontos, hogy tudjátok, hogy nálam vannak sokkal, de sokkal hatékonyabbak és különböző karizmákkal rendelkeznek, tehát ugye az alázat is nagyon fontos, és elfogadni a másikat, hogy mit is képvisel, vagy éppen hogyan pakolja a kártyákat, tehát lényegében lehetőség van. Nagyon szépek a sminkjeit, köszönöm szépen! Úgyhogy ezért is alkottam meg önmagába a Csicsavszki úrnő jósol.hu oldalt, édes drága szerelmeim, és a fő oldalt azért is hoztam létre, hogy ne csak önmagába privát jóslást tudjatok kérni, hanem lehetőségetek legyen arra, hogy láthassátok, hogy én mégis hogyan működtetem a csodálatos spirituális világot, tehát tényleg a hangotok tökéletesen elegendő arra, hogy ki tudjam pakolni azt, hogy mit hagytál magad mögött, és mielőtt állsz. Úgyhogy nagyon szépen köszönöm, köszi Brigi, igyekszek, már én készítem magamnak, azért van mit tanulni. Úgyhogy édesdrága szerelmeim, ha lehetőségetek van és érdekel a történet, akkor nyugodtan küldjetek felkérést, nyugodtan lehet bármilyen kérdést feltennetek. Igen, szoktam jósolni, így van. Édeseim, aki privát jóslán szeretne, ha azt szeretné, hogy egy óra hosszán keresztül vele foglalkozzak, mindenképpen keressen meg a Csicsavszki úrnő jósol.hu oldalán. Minden lehetőség adott, tehát mindent hivatalosan működtetek, tehát önmagába számlaképes vagyok. Itt a TikTokon, aki bekövet, mindig van lehetőség az ingyen jóslásra, tehát pár percig leszoktam pakolni a kártyát. Így van, a Csicsavszki krém létezik, édes drága szerelmem, aki terméket akar tőlünk rendelni, a csicsavszki.hu oldalán megteheti. Aki viszont természetesen jóslást szeretne, az a Csicsavszki úrnő jósol.hu oldalán elér. Na nézzük, ki csatlakozott, hoppá, nem engedi. Szia, kedves Kira! Szia! Köszöntelek! Mi újság?
Köszönöm szépen, nem a legjobb, de ennél fölülök, ne legyek mekkora munka. Nyugodtan. Szia! És te is hiszel a spirituális világba egyébként? Igen. Komolyan? Igen. És érzel te is Igen. dolgokat? Ó, én csak... Én megérzem, ha nem vagyunk egyedül. Tehát én inkább csak azokat érzem meg. Most lehet, hogy hülyén hangzik, de hogyha tudom én, valami szerettem, itt van. És akkor jeleznek neked, igaz? Hát elég sűrű, meg elég látványosan nekem. És egyébként gondolkodtál már azon, hogy konkrétan mit is szerethetnének tőled? Vannak olyan információk, amit nem adtak át neked, Kira? Inkább olyankor jelenik meg, hogyha valamilyen esemény van, tehát mit tudom én, akár szülinapja, évfordulója, vagy valami, tehát valamihez köthető mindig, hogy megjelenik. Nem megjelenik, mert nem látom, csak érzem, hogy itt van, meg jeleket ad. Értem. És önmagában a jelek miben nyilvánulnak meg? Tehát mozgattak tárgyakat is? Hát akkor elmesélek egyet ilyen gyorsan. Például az unokaöcsém 26 évesen meghalt. Sajnos drog probléma, alkohol probléma, minden ilyesmi volt. Viszont a család nagyon szerette, nagyon imádtuk. Nekem a lányom az ragaszkodott, imádta. És az évfordulója napján például úgy jelent meg, hogy nálam volt az utolsó cucca, ami nála volt, tehát háti táskája, személye, iratai, minden ilyesmi is bent volt egy szekrényben, mert rég nem, már el is felejtettük szinte, hogy ott van. Tudtuk, hogy ott van, de ilyen elfeledetten meg. Imádott pókerezni, és pókerkártyája is ott volt. Na mindegy, az volt a lényege, hogy este így az a szekrény, az sose recseg meg, tehát nem ad hangot maga a szekrény. Na most aznap este, amikor meghalt az évfordulója napján, a szekrény elkezdett kinyílni, és ilyen, mint a régi szekrények, tudod, ez a recsegő hang. Aha, igen. És utána a fürdőszobából egy ilyen, tehát úgy képzeld el a fürdőszobát, hogy ilyen ez a nagy szekrényrész, és akkor úgy van benne a csap. Belül volt a porcelán kézmosótartó, és az kirepült úgy a folyosóra, tehát, hogy egy ilyen L-alakba kellett volna kirepülnie. Nem tud kirepülni. Tehát, ha le is esik, amit kétlek, mert le se tud esni, akkor is maximum leesik a fürdőszobába, nem egy folyosón, tehát 2 métert repül. És Ilyenek. ilyenkor félelem érzet van benned, Kira? Nincs. Nincsen, tehát nem, már szoktam neki mondani, gyakorlatilag hogy... Szoktam megszoktad? neki mondani, hogy tudjuk, hogy itt vagy, jó van, most már pihenj egy kicsit meg. Ne ijeszgess, mondjuk, mit tudom én. Volt egy-két ismerősöm, aki megijedt. Egy-két ismerősömnek is csinált ilyen különböző jeleket. Például a lányomnak, a barátjának. Ő megijedt tőle, őt direkt már szivatta egy idő után. És tehát Kira, különböző ilyen. Egészséged szempontjából a lapocka alatti rész az izomnál, a gerinc mentén szokott fájni? Szét van csúszva a gerincem. Szét van csúszva a gerincem, és most illetve még egy én alkar és trombózis gyanú, meg ödém a gyanú van a kezembe. És végig gondoltad már, hogy mióta van ez nálad? Nem. Gondold vissza, mikor volt ez a történet, hogy eltávozott tőled? Hát most már 3 éve, és hát másfél éve küzdök ezzel a szétcsúszással, de előtte is voltak gondjai. Előtte is, aha. Tehát nekem már nagyon régóta, tehát igen, körülbelül 3 éve utána kezdődött el ez a gerincfájdalom. Most, hogy így mondod, de tényleg végig se gondoltam, nem? Hát lehet nem véletlen, hogy bejöttél most hozzám. Önmagában, hát hogyha a véleményemre vagy kíváncsi, tehát vagy megfogadott, vagy nem, én azt vallom, hogy az élők az élőkkel, a holtak a holtakkal.
önmagában akár egy szerettünk, akit nehezen veszít, tehát nehezen engedünk el, gyakorlatilag fontosak a szívünknek, és önmagában, hogyha érzékelünk körülöttünk olyan dolgokat, ami nem odavaló, akkor viszont tudatosan el kell határozni azt, hogy már pedig el kell küldeni őket. Ezek sajnos már betegítő lelkek számunkra. Tehát ugye az adott területeid, amit láttam körülötted, önmagában ott húzódnak meg. Tehát ezeknek önmagában jelentésük van. Attól függetlenül, hogyha megmondod neki, hogy szeretlek, imádlak és menjél el, ő ugyanúgy ott lesz veled, csak ugye megragadt a két világ között. De nem is konkrétan vele van baj, hanem a többivel. Tehát ugye vannak ezek a kóbor lelkek, vagy ki hogyan hívja őket, önmagában, ahogy ő önmagában szeretted, ott van körülötted, kapcsolódnak hozzá, tehát többen jönnek. És emiatt is alakulhat ki önmagában, például 4,5 éve nem találod önmagában azt a működési fázist, a stabilitás hiánya folyamatosan ott van az életedben, tehát egy megrekedt állapot, teljesen mindegy, hogy miről van szó, de egyébként gyerekkori sérelmek által is hozhatjuk a blokkokat. Szóval én, amit tudok neked ajánlani, hogyha esetleg szeretnéd a véleményedet erről kérni, van képességed, biztos, hogy van, hiszen önmagában nem véletlen, hogyha foglalkoztat ez a történet. Ha tudatosan elhatározod magad, hogy elküldöd őket, akkor a tudatalattiddal fogsz tudni teremteni. Tehát erről szól az egész. Még egy gyors, és nem nagyon szeretnélek feltartani, biztos van más is, aki szeretne. Én körülbelül ilyen 15-16 éves korom óta megérzem, hogy vannak körülöttem, sőt, olyan szinten, hogy az egyik barátommal ez miatt vesztünk össze. Egy kertes házban laktunk, és ilyen tetőtéri lakás volt, és hajnalban értünk haza, illetve évfél előtt értünk haza, hajnalban el is mentünk otthonról, mert egyszer csak ilyen nem rosszul lettem, de hasonló állapot, mint hogyha rosszul lettem volna, és azt láttam magam előtt, hogy egy idős úriember fekszik a kórházban, fekete öltönyben, és kiabál, és már nem emlékszem, valami szavakat ismételt, ez jó pár éve, tehát ez volt a legelső, ami megtörtént velem, valami extra szavakat kiabált, már nem emlékszem, és kiderült, hogy az apukája úgy halt meg a srácnak, és én nem is tudtam, hogy ő neki az apukája meghalt. Tehát, sőt, az sem, hogy hogy halt meg, hogy kórházban, meg hogy fekete öltöny. Nem közvetítve? Meg stb. Közvetítve. Igen. Igen. És az a durva, hogy ezt így elmeséltem neki, hogy ezt láttam, akkor ő elmondta, hogy az apukája így halt meg, is így nézett ki a kórházba. Hajnalban hazajöttünk a másik lakásomba, ő elment haza, és onnantól kezdve soha többet nem találkoztunk, de még utcán se, azóta se. És eznek most már ilyen körülbelül 28 éve, 27-28 éve. Kira. A borostyán ásvány, azt szerezd be mindenképpen. Borostyán. Borostyán ásvány? És viseljed. Jó? Jó, nagyon szépen köszönöm. Szívesen. Egyébként csak azért mondtam az ásványt, hogyha olyan erők akarnak hozzád kapcsolódni, akkor te el fogod tudni dönteni, hogy kapcsolódsz-e vagy sem. Nagyon fontos. Az ásványok önmagába védelmező hatásúak, tehát ne a fogad és ne a körömbe csapódjon bele a negativitás. Viszont, hogyha szeretnéd a segítségemet, akkor meg tudsz találni a csicsovszkiurnőjósó.hu oldalán, jó? Mindenképpen szerintem beszélünk, igen. Megkereslek. Jajon. Hát sok sikert nagyon kívánok szépen. Neked. Köszönöm szépen viszont. Szia! Köszönöm. Szia! Na, hát édeseim, milyen kis csodálatos kérdés. Nem tudom, hogy kell kidobni, várjál. Jó, várjál, segítesz segítel. Nekem? Köszi. Na, kedves Kira is, ugye megosztott különböző információkat, tehát azért mondom nektek, édeseim, hogy ne merjetek, tehát ne féljetek attól, hogy
esetleg butaságképpen hallják az emberek az információkat, hiszen nagyon-nagyon tudunk segíteni másokon, tehát akár egy mondatoddal, akár egy kedvességeddel olyan dolgokat tudsz beindítani a másikba. Ezért is mindenkit invitálok, hogy amikor, tehát ha bekövetsz, akkor látod mindig, hogy kikhez szoktam becsatlakozni, beszélgetni, mert nagyon-nagyon tartalmas beszélgetések szoktak lenni, főleg önmagában, ha a spirituális világ közvetít és érzel dolgokat, nagyon sokat tudunk segíteni egymáson. A segítséget ezt úgy kell értelmeznetek, hogyha végighallgatod önmagába a beszélgetést, vagy egy-egy mondat olyan szinten megfog, hogy teljesen rezonál veled, akkor tudhatod, hogy ténylegesen nem véletlen, hogy ott vagy a live-ba. Tehát ezért mondom mindenkinek, hogyha bármi problémátok van, nyugodtan önmagába kapcsolódjatok rám, kövessetek be, mindig próbálok olyan személyeket, olyan lehetőségeket, olyan tartalmakat megosztani itt a TikTokon is, meg önmagában lehetőség van. A Csicsovszki úrnő jósó.hu oldalán meg tudtok keresni. Szeretlek téged nagyon. Ó, Klárikám, hát én is szeretlek. Egyen meg a drága szívedet. Kis cuki vagy. Na, úgyhogy édeseim, nyomkodjátok a lájkokat. Aki szeretne önmagában kérdezni tőlem, küldjön egy felkérést, lehetőséget adok mindenki számára, hiszen annak idején nekem is megadták, és a mai napig tudom azt, hogy tanulhatok és fejlődhetek. Úgyhogy, ha szeretnétek egy olyan történetet megosztani, amiben nem találjátok konkrétan a mondatok közötti pont és vesző tér tartalmát, akkor nyugodtan küldjetek felkérést, édes drága szerelmeim, nyomkodjátok a lájkokat, és szeretettel köszöntöm az új követőimet is, kövessetek be, édes drága szerelmeim, hiszen önmagában mindig van lehetőség, különböző tartalmakat osztok meg a jóslással kapcsolatban, valamint aki privát jóslást szeretne, az lehetőség szerint a Csicsovszki úrnőjósok.hu oldalán megtalál. Olvasom is, itt látok egy kedves hölgyet. Én sokszor látok fekete magas árnyékot, ez jelent valamit, természetesen mire jelent. Tehát ami nem odavaló, gyerekek, az ott fel kell ismerni a problémát, és tenni kell azért, hogy eltüntessük magunk körül. Tehát ahhoz, hogy te teljes mértékig működőképes legyél a jövőképeddel kapcsolatban, ahhoz mindenképpen a betegítő lelkek az úgy hes-hes-hes. Csodálatos vagy ma is, kedves Judit. Köszönöm, Mademoiselle, mint ahogy te is. Mit tudok tenni? Várjatok, mit tudok tenni olyankor, ha álmodom, hogy mi fog másnap történni? Mármint megálmodsz előre dolgokat? Ha megálmodod a jövőt, ha van ilyen. Ó, kedves Horváth András, most nem jósolok, most csak beszélgetünk a spiritualitás dolgairól. Nyomkodjátok a lájkokat, akinek kérdése van, vagy szeretne olyan dolgot megosztani, amit esetleg másokkal nem mert eddig megosztani. Itt van a lehetőség, tehát lehetőségképpen adott a történet. Na nézzük. Szia! Na, sziaszt. Szeretettel köszöntelek, Anubis! Sziasztok! Ez már nagyon érett ez a beszélgetés, úgy éreztem, hogy ez már érett köztünk ez a beszélgetés. Igazából bejöttem én is, mondom, elmesélem az én történetemet gyorsba, rövidbe. Igen. Nálam korán 14-15 éves korba kezdődött, nekem van ilyen látásom, igazából úgy hívják, hogy tisztán látás. Igen. Én látom az embereken, hogy a vágyaikat, vagy éppen az, hogy mit szeretnének. Ki tudom szűrni a hazugságot, hogyha valaki mond egy mondatot, én tudom azt, hogy amire éppen gondol a lelke, meg az adott szó például nincs összhangban, nem egyezik a kettő, az irigységet belőle, de például volt nagyon sokszor olyan, hogy érzem, hogyha valaki van, nem látom, csak érzem, hogyha valaki van itt, Bocsánat, azt is megérzem, a szemembe ment valami. Csak nyugodtan. És megérzem, kapok közben jeleket, hogyha valakivel beszélgetek szemtől szembe például, jönnek fel olyan dolgok, ami mondjuk elhújt szeretével kapcsolatos, és küldenek olyan jeleket, ami az övé volt, vagy ő nagyon szeretett. Általában fel szoktam mindig hozni, és el szoktam mondani, hogy mi az, ami feljön ilyenkor.
Keresem az utam, még mindig, még az utamat keresem, hogy mi az, amiben én hol tudok segíteni, vagy hogyan tudok segíteni másoknak. Igazából ennyi gyorsba, amit szerettem volna mondani. Én úgy gondolom, hogy meg lesz az út, meg lesz az út, ez jönni fog, ez adni fogja magát, de hogy pontosan mi is lesz ez, vagy milyen módon fog ez történni, azt még nem tudom. De ez már És elindult, az biztos. látod önmagába az aurájukat a személyeknek, Nem, akikkel nem, beszélsz? nem, 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 ez nem aura, ez ilyen, nem tudom, megérzés talán ilyen alapján, mert nem látom aurákat, csak hogyha valakivel beszélgetek, mint ahogy te is mondtad, hogy kell a hangja, én jobb szeretem az arcát is látni a személynek, látni a viselkedését, én a kettőt együtt jobban tudom összekötni. Nem, csak így jönnek fel a intuíciók, inkább úgy mondanám, hogy az intuíciók jönnek, és ezek mindig úgy vannak, ahogyan gondolom, ahogy érzem ezeket az intuíciókat. Ugye fel szoktam hozni, szoktam róla beszélni, de ezek mindig visszaigazolásba jönnek, és mondják, hogy igen, ez így van, ez így történt, és ezek mindig folyamatosan jönnek. Segítettem már sok embernek, nagyon sok olyan dolog történt másokkal, amit velem megosztottak. Én ezt mondtam, hogy ezt megtiszteltetésnek veszem. Nem is szoktam mondani soha neveket. Ha történetet mondjuk elmesélek valakiről, hogy kivel mi történt, vagy hogyan jött a felszínre, soha nem mondok nevet, nem kapcsolom senkihez se, csak magát a történetet mesélem el. De igen, inkább intuíció. Inkább a Intuíció. megérzés. Aha. És Anubis, azt, tehát a családból ered? Hogy látod? Hát Foglalkoznak? elvileg én úgy tudom, a tudomásaim arról jöttek, hogy egy nagymama esetleg, vagy dédmama, aki régen ő kártyázott, nem csak kártyázott, hanem ő a lelkekkel is tudott kommunikálni, hogy állítólag onnan ered ez a tudásom, vagy onnan örököltem, igazából onnan jött. És Anubis, ugye? Tehát akkor Igen. gondolom az egyiptomi istenek foglalkoztatnak ezzel közel a szívedhez. Nem, nem, nem. Akkor miért pont Nem, Anubis? ennek is egy története van. Nem, nem. Voltak olyan átéléseim, hogy például az Anubis név, meg ez a profil is onnan ered, hogy egy időben azt szoktam csinálni, hogy a TikTokon nézem a live-ozókat, és ahol látom, hogy esetleg valaki küzd valami problémával, igen, látom közben. Hackbuster. Igen. És akkor szoktam becsatlakozni live-ba, hogyha látom, hogy valaki küzd valami gonddal vagy problémával, én ezt kiszúrom, és akkor beszoktam mindig elsőre köszönni, hogy lássák, hogy itt vagyok és megérkeztem, és próbálok óvatosan annak az irányába terelni a beszélgetést, hogy eljussunk addig, és akkor felhozom. És képzeljétek el, hogy az eredeti profilommal ugyanezt történt, azzal használtam, és ott volt egy fiú, aki hát ugye nem szereti ezeket a spirituális, de nincs ezen a szinten, még nem mozog ezeken a szinteken, és hogy óvatosan bepróbált szólogatni nekem. Én mondtam, hogy most már utólag bántam, de akkor haragomban azt csináltam, hogy átmentem, gyors, megnéztem a profilképét, vagy hát a videóját, és jött föl olyan dolog, és visszamentem, és ráolvastam a fejére. Hát ne tudjátok, olyan káromkodás, meg minden történt, hogy ki is ott voltak egyszerre a live-ból, úgyhogy, de nem, megmagyarázni se tudtam, vagy megbeszélni se tudtuk, úgyhogy esélyt se adtak rá. Picit bánom, hogy ezt tettem, de valamilyen szinten meg úgy voltam vele, hogy ennyi jár, azért álljunk már meg egy pillanatra, azért az mégse, azért legyen egy tisztelet, vagy valami oké, hogy nem egyezik a véleményünk, vagy nem ugyanazt valljuk, de akkor is legalább hallgassuk meg a másikat, vagy Na de önmagában azért mégsem fejezted ki konkrétan, hogy miben nyilvánul meg az Anubis számodra. Tehát igen, valami. igen, elkanyarodtam közben. Az Anubis ugye innen indult, hogy akkor lesz egy másik profil, mert a családomat védtem igazából, nem is saját magamat, páromat meg a gyerkőcömet, hogy ebbe ne keveredjenek bele, őket akarom megóvni ezáltal. Az Anubis az úgy jött, hogy egy előadást hallgattam autóba hazafele jövet, és engem már nagyon régóta, évek óta igazából felbukkant könyvekbe, filmekbe, a révésszel találkoztam nagyon sokszor, aki a lelkeket viszi át a kis hajójával. Igen, ő nagyon sokszor visszaköszönt, és páromnak meséltem, hogy basszus, már megint itt a révész, egy filmbe jött elő egy festményen, és mindig jött a révész, és mondtam, valami dolgom nekem ezzel van, mert mindig valamit akar, és mindig felbukkanik időről időre. És egy előadást hallgattam,
pont a szellemekkel kapcsolatban, hogy lehet velük kommunikálni, megkérni őket, esetleg tudunk nekik segíteni, hogyan tudunk segíteni, mivel. És képzeljétek el, hogy abba a live-ba jött az Anubis név, elkezdtek az Anubisról mesélni, és ahogy kimondtam ezt a nevet, végig borsózott a kezem, a lábam, mindenem. De Védelmi nagyon-nagyon, igen, szimbólum. A nagyon-nagyon. Bastet után nekem Anubis a kedvenc. És Aha. tudod miért? Mert hogyha önmagában valakit az Anubis, meg amit például nem is tudná róla semmit az ég adta a világon, de elég, ha a neveket kimondja az adott személy, vagy foglalkoztatja, az meg is szólítja. Tehát a fejlődésed egyik pontján tartottál akkor, mikor Igen. közvetlenül történt a Igen. történet. Igen, így zártam le én is aztán végül is egy pár nappal később. És képzeljétek el, hogy milyen sűrűn kezdtem el kimondogatni, és minél hangosabban, annál erőteljesebb volt ez az érzés, de olyan szintre ment át, hogy a fejbőröm az már dribbadt, meg a nyakam is, és nagyon-nagyon durva volt. És akkor így Anubis, nem hallak. most jók vagyunk? Most jó? Jó, Igen? csak közben hívta, kinyomtam. Ja? És minél erősebben és hangosabban kezdtem el mondani, annál erősebb volt, és hogy a fejbőröm, a nyakam már zsibbadt, igazából annyira összehúzta, annyira erős volt ez az érzés. De mondom, tetőtől talpig borsózott mindenem. És nagyon erős volt. És ugye akkor utána később esett le, hogy vagy elértem egy olyan szakaszhoz, igazából, amit lezárult, vagy egy újabb nyitódott meg, így is fogalmazhatunk, hogy eljutott. Aztán, amikor jött ez a fiús dolog, hogy beszóltam, meg offoltak, meg stb., akkor gondoltam, hogy jó, akkor csinálok egy új profilt, és akkor Anubis néven fog menni. Ő most nagyon közel áll hozzám, és akkor ebből indult el igazából ez az egész. Most jelenleg itt tart. Egyébként rajtad kívül több ilyen, tehát személlyel találkozok, akinek ez a nick neve, és én szerintem önmagába, amiben megnyilvánul, amit képvisel egy ember maga a személyiségébe, nagyon fontosak a nick nevek. Tehát, hogyha ilyen személyekkel találkozok, mint például te, aki egy egyiptomi istenségről nevezi el magát, azért az hihetetlen dolog, mert nyilván önmagában valamit képvisel. Aki nyilván degradálóan ad magának egy nevet, akkor gyakorlatilag nincs helye köztünk. Én úgy Igen. gondolom. De Mert nagyjából a népemesít. azt is képviselem nagyjából. Ugye most, ha valaki esetleg nem tudná, így gyorsan elmondjuk, vagy mondom, hogy Anubisnak igazából az volt a szerepe annak idején, hogy ő a lelkeket, ugye amikor elhunytak a személyek, nem is a Abszolút. lelkeket, hanem a szívet mélegre helyezték, és ő ott volt a mélegelés folyamán. A mélegnek a másik oldalára egy tollat raktak, most nem emlékszem pontosan, hogy melyik állatnak a tollát. Ha a szív nehezebb volt a tollnál, akkor nem mehetett a túloldalra, nem mehetett át a lélek a túloldalra. Viszont Anubis nagyon sokszor volt, hogy segített és alányult a mélegnek a kezével tartotta, hogy ne legyen véletlenül se nehezebb a tollnál, hogy tovább haladhasson. És én jelenleg ezt képviselem, hogy nézem az embereket, vagy hát igazából magát a lelküket, hogy ha valaki rossz úton jár, vagy olyanban van, vagy nem tud valamivel megbirkózni, akkor próbálok becsatlakozni, és próbálok picit segíteni én is, hogy túl tudja magát rajta tenni, vagy túl tudjon ezen lépni, egy picit könnyíteni magán a lelkén. Úgyhogy nagyjából ez most így Igen. összhangban van a név is. Hát lényegében biztos, hogy meg fogod találni azt az eszközt. Nem tudom, a kártyához nyúltál már valaha? Nem, van kártyám, itthon cigány kártyám, de valahogy Cigány. nem vonz. Kiraktam közben, elő szoktam venni, de nem. Véletlen folyamán lett két kövem, ezt gyorsan elmondom, Milyen köved? Hegyi egy hegyi kristály? kristály, igen, meg egy szelenitem lett, marokkő mind a kettő, és ő tök véletlen, nem álszándékomban, hogy szerzek be, de véletlen folyamán került hozzám. És melyik kártya a kedvenced? Szabad kérdeznem? Melyik kártya a kedvencem? Nincs kártya. Talán az angyali kártyák, amik vonzanak. Na várjál, cigány kártyát említettél. Valami oka van, hogy van cigány kártyád? Kaptam. Kaptam, Kaptad. segítettem valakinek, igazából a családon segítettem. Ott a férfi ő kártyázott, ez az ő kártyája volt, régi, nagyon régi kártya, ez ilyen 20 éves kártya biztos, és ő nekem ajándékozta a kártyáját. Ezt hazahoztam, megtisztítottam igazából magát a kártyát, eltettem félre, de én vásároltam egy originál új kártyát, Ez de milyen nem, volt? ő is cigánykártya.
A cigány kártyából most figyelj, most akaratod ellenére, amikor elkezded forgatni a kártyát, melyik az a kártya, amit szemet szúr neked? Egyet választhatsz. Csak egyetlen. Ó, most nem jut eszembe. A lélek. Melyik a lélekkel kapcsolatos? Nem, az a szem, amelyik figyel. Nekem az. Jövök. Már szaladok a kártyához. Azaz, igen. Igen. Igen, az állandóság, igen. Igen. Hát a szemnek, ugye tudod, mi önmagában még a jelentősége. Figyelek. Hogy ez gyakorlatilag, ami foglalkoztat minket. Tehát amikor pakolom az ügyfeleknek a kártyát, tehát ez rendszerességet jelent. Tehát konkrétan az állandóságot X idő múlva, amikor pakolja az ügy, tehát pakolják a jósok a kártyát, el kell sajátítani a kártyáknak a jelentőségét. Mindig majd jönnek a mondatok, a szavak. Tehát én például nem is állandóságképpen használom ezt a kártyát. Meg maga a vágykártyája. A vágykártyája majdnem, hogy kapcsolódik önmagához, ehhez a történethez. A vágykártyája mit mond neked, Anubis? A vágykártyája? Nekem inkább szabadságot jelképez. Most így a vágykártyája, szabadságot. Amit nem ér el, nem? Igen. Hiszen kifele tekint, látod? Igen, igen. És sokan elfeledkeznek erről. A vágy, az intimitás jelképe, a szimbóluma is egy részt. Látod? És kifele tekint a messziségbe, ez a nem mindegy. Tehát ez hasonlóképpen egy olyan erős kártya, önmagában ugye szemlélő jelölőnek, személy jelölőnek is használhatjuk. Amikor egy sorsdöntő pillanatnál megjelenik ez a fajta kártya, akkor ez gyakorlatilag egy megrekedt állapotot is jelent. Tehát, hogyha ezt a két kártyát vegyíted, ez egy teljes kilátástalanság. De egyébként nekem is az a kedvencem. Úgyhogy tök jó. A színe is jó, amúgy az is tetszik. De nem, maga a kártya vonz igazából jobban. Ugye a pakli közül, az összes közül, igen. De tudod, igen. Mi a lényeg ebbe a kártyába? Nem. Nem, kártyában nem vagyok otthon. Nem. Nem. Tehát a szimbolikák, amikor ugye vannak jelentőségek, tehát én is ugye az arcfestéseim, vagy akár egy tetoválás, mindegyik jelentőséget képvisel önmagába, amit vetítesz. Például, hogyha én az arcomra festek egy dolgot, írom előre a jövőt. Érted, mit mondok? Tehát itt ez a lényeg, ez a kék kis körvonal. Látom. Látod a kéket? Igen. És a kék mi a szín a kék? Minek a színe? Valamelyik csakrának a színe, ha jól tudom. Igen, na? De igen. Egy nagyon erős spirituális szín. Egy védelmi szín. Szimbólumként használják a kéket ugyanúgy. Látod? Oké. Okay. Na mindegy, jó. Jó, oké. Okay. Bocsánat, már csak kíváncsi voltam. Jó. És egyébként a 20 éves kártyád, az hogy néz ki? Megnézhetem? Hát, ha a kedves követőket is érdekel, érdekli őket. Egyébként a férfiaknak alapjáraton a kék. Miért a kedvenc színük? Férfi erő dominál, ugye? A nap és a hold összegzése, a kettő. Nyomkodjátok a lehetőségeim, aki privát jós lesz, szeretne a Csicsovszki úrnőjósok.hu oldalán megtalál, kövessetek be, itt mindig van lehetőség ingyen jóslásra, egy pár perces lepakolást szoktam működtetni a követőknél, és hogyha bármilyen spirituális történet, amit szeretnél megosztani, akár egy képességről legyen szó is, szeretnéd, hogy egy-két mondattal kapcsolódjak a történetedhez, akkor küldhetsz most itt felkérést, és csacsoghatunk. Várjuk most Anubiszt. Anubisz próbálkozik a kamera bekapcsolással. Ó, meg vagyunk. Átfordítom, okés. Látjátok? Nem. Nem látunk. Oké, ez az első. Megfordítjuk a kamerát. Jó, most láttok?
Nem. Nyomtam egy mentést. Ó, Na most most jó. valami Mutatom. használt. Atyaég, azt tényleg széthasználta. Össze is vannak ragadva, igen. És egyébként azt lehet tudni, hogy miért adta neked? Nem használta, ő azt mondta, hogy nem használta a kártyákat, Igen. meg egy lap hiányzik. Na most nem néztem még meg pontosan, hogy melyik lap az, amelyik hiányzik közüle. Egy lap el van tűnve, én átszámoltam a paklit. Ez, ha jól emlékszem, 36-os, és egy lap hiányzik, mert csak 35 kártyánk van. Egy lap hiányzik is belőle. Ugye, azzal nem jósolsz, Anubis. Nem, azért tettük félre, azért Sose, tettük félre. sose előse vedd Nem, jóslásra. nem, 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 nem. Nem. Mondom, hazahoztam le, tisztítottam a kártyát, igazából Bocsánat. kapott egy tisztítást, és Igen. eltettük a kártyát. Nem, be van téve egy szekrénybe igazából. Ez egy ajándék, kaptam és kész, ennyi pont. Ennyi igazából, de vonzott egy picit a kártya valamilyen szinten. Azért szereztem be igazából egy cigánykártyát, egy 36-os hatlaposat, de amikor meg itthon volt, vagy hazahoztam és kiraktam, jó volt úgy fogni magát a lapokat, meg úgy lepakolázgatni, de nem érzem azt, hogy annyira húzna magához, hogy engem ez érdekelne. És a taró? Nem tudom. Lehet, hogy beszerzek egy tarót is, és akkor megnézem, hogy ő mit tudna esetleg egy tarókártya. Jól néz ki, amúgy szépek azok a kártyák. Kaptam, nem veszek magamnak sose Aha. kártyát. De Ráadásul jó. ezt egy jóstól kaptam. Aha. Ez egy Jó, szép. aranyozó. Na, ez szép. Hát ez Ez talán nagyon. beszédesebb, nem? Ez ugyanilyen kártyám van, csak nem aranyszínűben. Tehát ez az alap taró kártya. Ezt azért szeretem, tehát ezt a fajta arany, tehát ezt a fajta tarót, ez most csak, hogy arany a kivitelezés, meg minden, mert ezek a régi, tényleg azok a régi szimbólumok vannak rajta, tehát ami oda mondja a dolgokat. Egyiptomban, amikor voltam, ott kaptam egy idősebb asszonytól egy kártyát, az, várjál, mindjárt mutatom, az taró, ők, hát ugye úgy ismerik ezeket a kártyákat, hogy taró. De viszont az a durva, hogy Egyiptomba abszolút nem akartak nekem mesélni a spiritualitásról. Hát majdnem, hogy elhesegettek. Itt van. Igen, szép. Kleopátra. Mint Aha, ahogy utána néztem. szép. Tehát ugye ezeknek is van különböző szimbólumai. Nyilván ugye, ha ismered az alap tarókártyát, akkor ezek már nem okozhatnak problémát. És az a durva, hogy ez a bolond kártyája, hogy van, ami nincs is számozás. Amúgy a két kártya közül ezt most erősebbnek érzem. Hát ez kintről van. Azért ennek nagyon nagy energiája van. Azért mondom, most a kettő közül ugye ezt erősebbnek érzem, hogy azért ennek hogy van súlya ennek a lapnak, vagyis hogy a lapoknak magának a kártyának van Hát súlya. a kis meg a nagy arkánum ugyanúgy benne van. Igen, hát számomra lehet azért erősebb, mert tudod, onnan kintről van. És ezt használta a hölgy. És az volt a lényeg, hogy egy forgatásunk volt, és akkor meglátott felöltözve, ilyen egyiptomi cucc volt rajtam, és mentünk át tehát az autók, ahogy mentek a főúton, át kellett sétálni, mert ott volt egy hatalmas nagy épület, és ahogy átsétáltunk, ott volt egy zöldséges, egy ilyen bódé ki volt pakolva, és akkor az volt a lényeg, hogy elejtettem az egyik ilyen, hát nem pénztárcán volt, ilyen kis sminkes kis tartóka, és ahogy lehajoltam, a hölgy emelte fel, és akkor csapta a kezembe a kártyát, hát aztán elájulok. Na, ez mi? Meg most, hogy utólag voltunk Kubába, ott meg egy taxiból szállt ki egy nő, és úgy csapta a kezembe a kártyát. Az is egy tarókártya. Viszont az a kártya szinte szét van foszlódva. Tehát ilyen. Amúgy az emberek bevonzzák egymásnak az ilyet szerintem. Én Igen. nagyjából 2 éve tanulom ezt a spirituális dolgokat, alapfogalmakat, mi miért történik, mik hogyan vannak.
De ahogy elkezdtem vele foglalkozni, meg ahogy kifele is mutatom, egyre több olyan embert hozok magam köré, akik ezzel foglalkoznak, vagy érdekli őket. Hát a, én szerintem, amikor egy kártyát kapsz, az a, az egyik képességedet segíti elő. Erő van bennük. Én úgy gondolom, ha használt, ha nem. Nyilván egy használt kártya azért az úgy, de nagyon figyelni kell, hogy kitől kapod a kártyát. Tehát Igen, nekem ezt mondták, hogy volt figyeljek oda az emberek, akik körülöttem vannak. Igen, ezt többen olyan, mondták. hogy ahogy bekerült a lakásba, szóval elmozogtak a kártyák, és volt, hogy az ásvány szétpattant tőle. Szóval ott nagyon sötét mágiák voltak, úgyhogy gyakorlatilag nyilván használhatom, meg ott lehet körülöttem, de az, amit küldtek vele, az visszament a feladójának kőkeményen, tehát szó szerint elönthette a takony az illetőt. Tehát amit küld, ha szeretetet küld, szeretetet kap vissza. Ha viszont rosszat küld, már pedig az kapja vissza. Ez Szóval így igaz. nagyon figyelni kell, hogy kitől, mikor, mit kapsz ajándékba, mit akar tőled, kivel érintkezel. Tehát a spirituális világnak nagyon kőkemény történetei vannak. Sokan nem tudják, hogy miért tiltom le az illetőt, miért nem vagyok hajlandó vele beszélgetni, de nem teszem közhírré, nem hozok senkit kellemetlen helyzetbe. Nyilván én megálmodom előre a dolgokat, tehát okkal történnek a dolgok. És ezek hatalmas dolgok, hogyha előre látod a figyelmeztető jellegű dolgokat. Úgyhogy. De azért köszönöm, hogy megmutattad a kártyádat. Szívesen, Azért az nem igazából semmi. 20 év. szívesen. Megmondtam, én azt éreztem, hogy ez a beszélgetés most már érett. Érett köztünk ez a Nem, beszélgetés. de az a személyke vagy, aki a Mariához is beszokott jönni, Igen, nem? Igen, igen. múltkor tesztem fel veled kapcsolatban egy tesztkérdést, tehát te vedd komolyan, csak az azért Nem, 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 kérdezem. nem, nincs ebből semmi. Én, hogyan mondjam neked, én mondom, a beszélgetésekből ki tudom szűrni a hangból, meg mindenből, hogy az most komoly az a kérdés, vagy nem komolyan gondolta, ezzel most tényleg tesztelte, akarta, vagy nem akar. Én ezeket tudom, én nagyjából ezeket látom, ezeket a dolgokat, úgyhogy igazából ezzel nincsen semmi probléma. Ja, Nincs. jó. Jó. Mert nyilván ugye neki nem ásványa volt, és ugye azt hamar be tudják tehát folyásolni. Tehát azt nehezebben tudja levédeni, mint egy ásványt. Tehát amikor ásványingával ingázik az adott személy. Inga amúgy érdekel, most, hogy szóba jött az inga. Az viszont érdekel, az inga. Igen. Igen, az ingázás. Elkezdtem most vele is foglalkozni. Dobtam Igen. össze egy gyors egy kis ingát, hiszen nekiálltam vele Mutasd, kis milyen ingát dobtál össze? ingázni. Most azt is mutassam meg. Hát. És úgy nekiálltam vele, csak ugye az a baj, hogy én alapjáraton nekem nagyon erős a személyiségem. A Igen. kisugárzásom, és én attól félek, hogy azt az ingát, azt inkább én irányítom, mint bárki más. Nem maga az inga mutatja, amit kell mutatnia, hanem én úgy érzem, hogy ez inkább én irányítom magát az ingát. Úgyhogy én azt mondom, hogy igen, akkor az igen lesz. Azt mondom, hogy nem, akkor az nem. Tegyünk egy próbát. Mutasd az innen. Segítek, ha akarod. Hát az egy kamerázás közben nem fog menni igazából. Hát fordítsd ki a kamerát, csak a kezed látszódjon. Megpróbálom valahogy. Vagy oldalra tedd a kamerát, így oldalra, és akkor csak látjuk a kezed meg, ahogy ingázol. Oké. Meg hát miből Kamera egy. van az inga? Tehát az Kamera ásvány. megfordít. De jó, hogy ez így meg van bonyolítva minden. Nyomkodjátok a lájkokat, édes drága szerelmeim, kövessetek be, ha ingyen jóslást szeretnétek, mindenképpen kövessetek be, és itt a követőknek mindig ingyen van a jóslás. Aki privát jóslást szeretne, a csicsovszki.unőjósok.hu oldalán megtalál. Most itt a lehetőség, aki szeretne beszélgetni, kapcsolódni a történethez, akkor hajrá, és ha bármi kérdésetek van, vagy ha nem nagyon szeretnétek elmondani,
másoknak a történetet, de viszont velem megosztanád, hidd el, nem nézem butaságnak, amit mesélsz. Köszönöm szépen itt a, nem tudom, mik ezek a szívek, de köszönöm szépen. Hallotok még amúgy? Igen, mert megy Hallom. a föld. Figyelj, de lefagyott a kijelző. Rányomtam az előlapi kamerára, ez nekem megvan. Most látom saját magamat, de nem engedi megfordítani, nem engedi kikapcsolni, nem engedi menteni. Nem, most Na, kilépett, most jó. látunk. Most megvagyunk. Na szóval, ő lett igazából, megy, elpakolok innen. Teljes rálátás legyen mindenre. Így. Köszönöm szépen. Édeseim, akit az inga történet érdekel, akkor az most maradjon velünk, és ossza a live-ot. Jó, úgy kellene, Okay. tehát a könyöködet lerakod, édesem, a könyököd Mindjárt nagyon egy fontos. pillanat, csinálunk egy állványt, egy rögtönzött Sziasztok. gyors állványt, valahogy, egy jó látható helyre, valahogy, ahogy nem tudom. Jó, átveszem a másik kézbe, és akkor megpróbáljuk innen, jó? És így berakom a háttérbe. Azt a kártyát tedd el, Jó. majd mindjárt megnézetek veled, mert lehet nem konkrétan a te energiád van abba a kártyába. Egy lap Oké. hiányzik. Akkor az valami van ott, majd mindjárt megnézem. Tehát csak a te energiád legyen ott. Oké. Közben Minna. nyomkodjátok a lájkokat. Jó, köszönjük szépen. Tehát akkor azt mondod, hogy le van téve a könyököd. Így van, könnyek lent van. A jobb kezedbe tartod? A jobb kezembe tartom. Az Jó. ujjamon, ahogy a nélik, így van, üvegujjal rátartva. És Igen. akkor te már beprogramoztad az igen, nem. Így van, de akkor nézzük meg még egyszer, jó? Megnézzük még egyszer esetleg, hogy melyik lesz az igen, meg melyik a nem. Persze, kezdheted, Jó. nézzük meg. Nézzünk egy tesztet. Akkor kérjük az ingát, hogy mutassa meg, hogy melyik az igen. Kérnénk egy igent. Oké, okay, ez eddig jó, akkor megállítjuk. Nem is megyünk bele tovább. Azt mondja, akkor kérnék az ingát, hogy mutassa meg nekem, melyik a nem. De meg a kezem közben, jó, látszik. Nem baj. Nem baj, Oké. remény. Okay. Jó. Köszönjük szépen. Édeseim, nyomkodjátok a lájkokat. Ha nem nyomkodjátok a lájkokat, akkor Anubis nem fog ingázni. Nem. Kapcsol ki a kamera. Tesztkérdés következik. Inga, műzlítettem reggelire? Igen. Csináljunk már egy olyat, mert itt nagyon sokan kételkednek ebbe a történetbe, hogy esetlegesen lehetőséget szeretnéd mutatni, félig akarodat, hogy leteszed a könyöködet? Így jó. Vagy? De folyamatosan kellene látnunk akkor, de ha nem akarod, Oké. akkor nem muszáj. Próbálom úgy mutatni, hogy bent legyen minden. Még mindig nincs benne. Így esetleg? Jó, egy kicsit gyere arrébb, hogy a szívecske jobban látszódjon. Még egy picit hátrébb, jó? Úgy jó, aha. Oké. Én most nem látok semmit. Kérdezzetek, vagy mondjatok. Jó, Mit néz? akkor én kérdezek tőle egyet, jó? Jó. Úgy kezdjed már, hogy az úrnő engedélyt adott erre a kérdésre, jó? Mert nekem le van védve, tehát most Oké. engedélyt adok egy kérdésre. Azt szeretném megkérdezni. Megszólíthatom az ingádat? Nézzük meg. Persze, nyugodtan. Várjál. Inga, azt szeretném megtudni, hogy reggel kakuskalácsot ettem? A válasz igen. Várjál egy kicsit. Most vált, ugye? Még nem. Még mindig az igenem van. Ezt mondtam, mert én arra gondoltam, hogy a válaszod az igen. Vagy én irányítom, én befolyásolom. Nem. Jó, akkor azt kellene csinálni, hogy tehát szerintem azt a kérdést valaha feltetted, mert meg tudtam szólítani, azt a kérdést valaha feltetted, hogy te irányítod-e?
Igen. Tehát amúgy nem jó a válasz. Nem jó a válasz, tehát nem ettem kakós valamit. Érted? Gondoltam, amikor mondtad, hogy várjuk meg, míg bár, akkor gondoltam, hogy a válasz az nem lesz, de amikor feltetted a kérdést, én nekem az jött elsőre, hogy valószínűleg kakaós csigát ettél reggelre, és abban a pillanatban belindult az igen fele. Jó, akkor csináljuk már azt, hogy kérdezz már meg az inget, és állítsd meg. Kérdezd meg az inget, hogy egyáltalán te irányítod most? Inga, én irányítalak? Jó, tedd alá a kezedet. Oké, de akkor el És kell engednem a akkor... telefont, és nem látjátok. Hát támaszd ki a telefont. Támaszd ki a telefont, és újra programozd be, Újra mert szerintem aktiváljuk, az jó? egész nem jó. Aha. Nem, ez túl magas, benne van a kamera. Mert ugye az a Van. lényeg, hogyha ásványt használsz, ugye ott teljesen levéded, tehát ugye önmagában gyerekek nem kell nevetni, jó? Tehát mindenki elkezdi valahol, úgyhogy kedves nem tudom kicsoda, hes-hes-hes, jó? Még egy röhögés, akkor tilt a moderátor. Na, szóval ugye az ásvány önmagában, amit ugye levédeztet az ásványhoz, látok, most így látszik, hogy kékbe vagyok. Mindjárt veszek elő egy másikat. Még jó, hogy van 100 féle ásványom. Tehát ugye ez nyilván nehezebben tudjuk befolyásolni. Látszik, jó? Oké, rögtönzött állvány. Jó, és akkor úgy kezdjünk hozzá, hogy mindenképpen kérdezd meg egymás után folyamatosan, melyik az igen, nem, talán, és amikor nem akar válaszolni. Oké, és na, így látható? Látható, Igen, szuper. Ez látható. rögtönzött állvány. Oké. Na, akkor kezdjük az elején. Inga, kérlek, mutasd meg, melyik az igen. Ez látható? Tehát akkor ez az igen. Így van, ez az igenünk. Előre hátra. Várjál. Igen, jó. Akkor mondjad neki, hogy még egyszer mutassa meg, melyik az igen. Inga, kérlek, mutasd meg még egyszer az igent. Jó, mutassa meg a nemet. Oké. Inga, mutasd meg a nemet. Basszus, remeg a kezem. Nem baj. Tehát a nem az oldalas. Igen, Jó. bal jobb. Most ne állíts meg. Maradjon úgy. Most kérjed, hogy mutassa meg, hogy melyik az igen. Még a mutasd meg, melyik az igen. És váltania kell. Igen, most belassult. Igen, át is ment. Ennyi körkörösből átment előre, hátrába. Működik. Jó. Akkor kérd meg, hogy mutassa meg, hogy melyik a nem. Váltson át. Ne állítsd meg. Oké, inga mutasd meg, melyik a nem. Kérnénk egy nemet. Kérlek, mutasd a nemet. Nyugodjátok a lábam. Belassult. Belassul. Belassul. Inga, kérnék egy nemet. Igen, már át is vette, igen. Jó, Láttátok? kérdezd meg, hogy melyik a talán. Jó, Inga, kérlek, mutasd meg, melyik a talán. Az a körbe-körbe. Aha. Jó, és akkor kérdezd meg tőle, hogy ő számára, tehát hogy melyik az, amikor nem akar válaszolni. Oké, akkor Inga, azt mutasd meg, melyik az, amikor nem akarsz válaszolni. Az is körbe, csak ellenkezőleg forog. Most Várjál. visszafele forog.
Sréhen, nem? Nem, igen. Ó, de nagy a bejtő. Sréhen. Nagyon erős. Jó. Aha. Akkor állítsd meg. Oké. Jó. Akkor megjegyezted? Tehát előre, Igen. hátra az igen. Ahol igen. Ugye? Ha nem, a balról jobbra. A Igen. körkörös az a talán. És akkor a nem ez meg a... Hát, Micsoda? mondom, a talán, vagy ha nem akar válaszolni, az volt Az a az utolsó. sréhen, nem? Igen, ilyen Amikor. ségemen, de olyan volt, mint az igen, meg a nem hasonlított hozzá nagyon. Igen, tehát hogy aha, jó, tehát a mozgó energiák. Igen, édeseim úgy néz ki, mintha ő mozgatná, így van, de nem ő mozgatja. Tehát itt a kérdéseket, ugye, amikor feltesszük, akkor konkrét választ kell adnia. Tehát ugye akár színről legyen szó, akár érzelmi, tehát ezek az ő energiái, jó? Tehát nem kell kinevetni, mert ezek komoly dolgok. Jó, akkor kérdezd meg az ingától, nem kell megállítani, tehát most megnézzük a fordulatait, hogy hogyan működik. Kérdezd meg az ingától, hogy te irányítod-e. Inga, én irányítlak. Mondjad neki, hogy mutassa erőteljesebben. Erőteljesebben mutas, kérlek. Jó, tehát az a lényeg, hogy egyszer teszünk fel az ingának kérdést, és mindig, tehát erőteljesen mutassa meg. Jó, akkor megszólítom az ingádat, jó? Oké. Okay. Aztán majd le kell védened. Jó, nem kell megállítani. Inga, az lenne a kérdésem, hogy tegnap este ettem-e mogyorós csokit. Idő még átáll rám. Magyaros csokit nem ettél. Várj egy kicsit. Jó. Inga, válaszolj. Engedélyt adtam a kérdésre. Válaszolj nyugodtan. Most már válaszol, ugye? Igen, ez most átment igenbe. Helyes. Jó, akkor az a lényeg, hogy amikor valakivel ingázol, vagy valakiről kérdezel, nagyon fontos, hogy meg kell várni, ugye, hogy átkapcsolódik az adott személyre. Az ásványt azért javaslom, hogy beszerezd, mert az Oké. ásványra nem tudnak kapcsolódni, tehát ha nagyon jól levéded. Tehát ugye, például itt van az ásványom. Tehát az ásványomat megszólítja valaki, nem fog válaszolni senkinek, csak nekem. Én irányítom, az enyém, az én hatalmam alatt van. Viszont, hogyha nem ásványingát használsz, akkor sokkal, de sokkal hamarabb el tudják vinni tőled. Ezt akartam mondani a csokis kérdésednél, mikor feltetted. Nem figyeltem az ingára, én csak elgondolkodtam, és az jött, hogy szerintem nem ettél. És ugye azért kezdett el menni a nem fele. De mikor elengedtem a gondolatot, és hagytam, hogy na, akkor nézzük meg, mi lesz a válasz, abban a pillanatban megállt, és átváltott igen. Édeseim, ne vásároljon senki ingát, jó? Csak és Bármiben. kizárólag az vásárolhat ingát, aki olyan személy, és olyan személy ingázik vele együtt. Tehát ezt otthon ne próbáljátok ki, még véletlenül se. Tehát az Anubis én általam próbálta ki, jó? Tehát, oké. Anubis, akkor csináljuk, akkor menjünk vissza, és akkor most nézzünk meg egy olyat, amit esetleg te befolyásolhatsz el, mert akkor ezek szerint nem tudtuk megnézni a befolyásolásodat. Jó, oké. Én mondom, én nekem az jött le, hogy én a Nem tudod gondolatommal, befolyásolni. nem tudom.
Én arra gondoltam, hogy én viszem el vele, hogy erőteljes a gondolatom, és azért hatok rá erőteljesebben, és azért mutatja azt, amit én szeretnék. Ja, Júlia, nem konkrétan neked szól, csak a mondatodra válaszoltam. Itt vagyunk 115-en, ha most elmondanám neked, akkor... Szóval bizalmas információkat nem adok ki lányba. Jó, Judit? Tehát nem konkrétan neked szólt. Ó, basszus. Kamera megfordít. Jó, Judit, nem neked szólt, csak általánosságképpen, mert sokan kipróbálják. Persze a Csicsovszki úrnőjósol.hu oldalán megtaláltok, hogyha privát jóslást szeretnétek, édesdrága szerelmeim. Most az Anubis kérdezett az Ingával kapcsolatban, most neki segítek néhány pillantás erejéig. Ez én voltam, Nincs bocsi. rendben. Oh, Michael Jordan. Na jó. Oké, korlátozták Anubis miatt, nem tudom, mi történt. Micsoda, a szereplő anyagok fogyasztása károsíthatja az egészség. Ó, Anubis! Na mindegy, akkor várunk egy picit. Nem tudom, hogy vissza tud-e jönni. Köszönöm szépen az ajándékot, édeseim. Na, Bocsika, én voltam. vannak olyan kedves nézők, akik nem akarják ezt a live-ot, úgyhogy... Na mindegy. Akkor most már szívd el nyugodtan. Jó, most már rajt leszek, kamerát megfordítom. Okés, elvileg innentől kezdve a kameraképünk az jó lesz. Ó, nem, ez még mindig az előlapi. Jó. Oké, átfordult a Üdvözlök kamera. mindenkit, sziasztok! Aki Opsi. privát jóslást akar, a csicsovszki.úrnőjósol.hu oldalán megtalál, édesdrága szerelmeim. Most ugye spirituális dolgokról van szó, most éppen Anubis kérdezett az ingájával kapcsolatban, akit érdekel a történet, az tartson velünk, és nyomkodják a lájkokat, 50 ezer lájkra lenne szükségünk, Anubis nem látunk sem. Ja, oké. Oké, vagyok. Jó. Próbálok újra Tehát húzni. akkor az a lényeg, hogy tudod, hogy melyik az igen, nem és talán, és akkor Igen. lényegében itt valaki tegyen már fel egy kérdést Anubisnak itt a közönségből, itt a kedves követők közül. Bátran tegyetek fel egy kérdést, jó? Csak ne gyermekáldás és ne elmúlással kapcsolatban legyen a kérdés, jó? Mert azért ilyenekre nem fogunk válaszolni live-ban. Velem van a fiam. Oh, Michael Jordan. Lili, ez nem jó. Mi várható a jövőben? Az inga csak igen nem válaszra. Valami no... Valaki egy színt írjatok már be, hogy kinek mi a kedvenc színe, vagy mit tudom én, kérdezzen egy... Ez olyat kellene tudni, Andrea. Olyat kellene, amiről ti is tudtok, jó? Egy olyan kérdést tegyetek már fel. Na, itt van Ibi. Fia vagy lánya van? Akkor első körbe a fiút fogjuk megkérdezni, jó? Tehát mondjad az ingádnak, hogy az Ibi szeretné tudni, tehát Ibi kérdezte, Ibiről szeretnénk megtudni, van fia? Kérdezd meg az ingádat. Oké, Ibolya, Ibinek van fia, Inga, kérlek, mutasd meg, hogy igen vagy nem. Várd meg, még idő, még átkapcsolódik az Ibire. Hagyd lengjen ki nyugodtan. Ez eddig egy határozott igen. Ibi, írd már meg. Van fiad? Igaz az információ?
Várjuk Ibit. Fiú. Aha, jó, oké. Na, akkor most már elhiszed, hogy nem befolyásolod? Megnézzük Igen, a lányt is. Nem kell, mert csak a fiú volt a lényeg. Jó, Tehát oké. Egyet kérdezünk mindig. Az Inga csak igen, nem válaszol. Jó, akkor ne állítsd meg az Ingádat. Kérdezd meg az Ingát, hogy neked tisztánlátói képességgel rendelkezel-e? Inga, van tisztánlátói képességem? Belassult. Igen, mert most átáll a te energiáidra, az Ibiről átmegy rád. Érted? Jó. Akkor tedd le az inged. Működik egyébként. Na figyelj, segítek egy pillanat erejéig, csak hogy akkor utána menjünk tovább. Sziasztok, üdvözlök mindenkit. Tedd le az inged. Oké. Okay. Jó? Oké. Okay. Figyelj. Hozzájárulok. Tettem. Jó. Anubis, aki itt van a live-ba, mutatott nekem egy cigánykártyát, amit kapott, elmondása szerint egy 20 éves kártya. Az a kártya őszinte tiszta szeretettel kapta attól a szemétől. Igaz az az információ, hogy egyetlen egy lap hiányzik? Abból a kártyából, amit itt látok a képernyőn? Az az egy kártya a tulajdonosnál maradt? Igen. Tudatosan maradt az annál az egy kártya a tulajdonosánál, tudatosan maradt nála. Igaz az az információ, hogy Anubis megtisztította azt a kártyát? Ó, oh, Michael Jordan. Hallgatlak. Hát live-ba vagyunk. Lehet a kedves ismerősöd nézi a live-ot. Nem, ő biztos, hogy nem. Esetleg valamelyik rokonja, családtagja, de ő biztos nem. Oké. Okay. Beszélgessél az adott személlyel, akitől kaptad ezt a kártyát. Jó? Jó, oké. Okay. Oké. Ott valami nem kóser. Hát ott sok minden. Szívja, ami a bacca meg. Sok minden nem okés náluk. Ott sok minden nincs rendben náluk. Na várjál, figyelj. Jó. Csak megerősítésképpen. Figyelj. Nálam ez az igen. Jó? Oké. Okay. Inga, igaz az az információ, amit láttam az imént? Ez a kártya Anubisnál, ami ott van, amit kapott, ez elveszi az ő energiáját? Meg van rontva az a kártya, Inga. Bassza meg. Yes, of course. Jó. Irgalmas. Anubis. Jó. Anubis. Távolítsál magától azt a kártyát?
Betegség. Igen, van ott Betegség. az is. Jó. Hát Anubis. Kérdezd meg az ingától, hogy mit csinálja a kártyával. Ő válaszolni Oké. fog Okay. neki. Jó? Oké. Okay. Nem tudom, láttátok-e a Holló című filmet, abból volt, és akkor most mondanám, hogy gyújtsuk meg, a Holló című film megvan? Igen? Jó, oké. Nem én mondtam, Okay. de Jó, így. nem. Jó? Oké. Zoli, álmodj meg, de ne a Jó. lakásba, távol. Nem. Nem. Jó. A hamut is Átviszem. távol, Szomszéd sss. városba Jó, rendben. Akkor köszönöm szépen, hogy itt voltál. Sok sikert én neked. köszöntöm, hogy itt lehettem. Csodás szép napot mindenkinek. Neked is. Szia, szia, Köszönjük, hello. sziasztok! Na hát, édes drága szerelmeim, aki szeretne csatlakozni, megteheti. Vagy egy kicsit pihenjünk, mennyi az idő? Gyerekek, én elmegyek ebédelni szerintem, aztán visszajövök később, hogyha van bárkinek kedve, csatlakozhat hozzám egy kis beszélgetés, vagy egy kis csacsogás gyanánt, úgyhogy addig is kövessetek be, és akkor látni fogjátok, hogy mikor jelentkezek be, jó? Úgyhogy pusza, jó étvágyat, sziasztok!